kutyát a fejemre, hogy lányom, menjél hozzá! Hát menjél már hozzá! Hozzá, akkor gazdagok lesz. 8. alkalommal szervezette a Búbos Kemence civil szervezet Mártonnapi programot Sáros Orosziban Magyarország kormánya és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával. November 11-e Mártonnapja a néphagyomány szerint az éves gazdasági munkák lezárásának ideje és egyben a téli pihenés időszakának kezdete. Aki Mártonnapján libát eszik, egész évben nem éhezik, tartja a mondás, s bár a jelenlegi helyzet miatt nagyobb lakomát nem tartottak, de mindenképpen fontosnak látták, hogy folytassák hagyományaikat és teret biztosítsanak a fiatal fellépőknek a helyi római katolikus plébánia közösségi termében. A Mártonnapnak fontos helye van a katolikus egyház életében is, ezért természetes, hogy ennek a programnak is helyet biztosítottak. Számunkra azért fontos, mert a Római Katolikus Egyház, vagyis a Munkácsi Egyház megyének védőszentje Szent Márton, és mivel az ő oltalmát élvezzük, ezért fontos számunkra, hogy megünnepeljük. Délelőtt a Székesegyházban voltam, ott volt egy nagyon szép búcsú, amelyet a Ternyák Csaba egri érsek atya celebrált, most pedig itt egy kicsit ilyen kötetlenebb, szórakozottabb légkörbe ünnepeljük tovább Szent Márton ünnepét. A plébánia mindig nem csak plébánia, hanem közösségi ház, és az a cél, hogy minél több alkalommal kihasználjuk az épületet, amikor már van egy ilyen szép helyünk, akkor ezt használjuk is ki. A plébánia akkor nyeri el igazából az értékét, hogy a történnek események a plébánián. Fontos, hogy a népszokásaink élők legyenek, és nagyon örülünk annak, hogy Sáros Orosziban tesznek is azért. Nyilatkozta stábunknak Sin József, a KMKSZ Beregszeszi járási középszintű szervezetének elnöke. Amikor benézünk a helyiségbe, azt láthatjuk, hogy talán a falu apraja nagyja eljött, vagyis keresik a közösséget, egymás támogatását, és hát megőrzik azokat az értékeket, amelyet fontosnak tartunk, ezt hallhassuk dalban, szövegben. Nagyon felkészültek a kislegények is, a kislányok. Szeretném elmondani, hogy nagyon sok tehetséget látunk már korábban is, és néhány évvel ezelőtt talán néhányan emlékeznek rá, hogy egy innen induló kis zenész kislány Magyarországon egy országos versenyt nyert meg, tehát ami azt jelenti, hogy itt foglalkoznak is a tehetségekkel. Hát a jótékonykodás napja is ez a nap, amikor is a gazdagoknak talán eszébe jut az, hogy nagyon sok nélkülöző van a világon, és hát különösen nagyon fontos ez most a napjainkban, hisz nagyon sok ember menekült olyan helyekre, ahol korábban nem fordultak meg, ahol talán nehezen élik meg a mindennapokat. Hát mi abban a reményben vagyunk itt Kárpátalján, hogy a magyar közösségek megtettek mindent azért, hogy a tél könnyű legyen és meglegyen minden ahhoz, hogy átéljük a nehéz időszakot. És a mezőgazdaságban dolgozóknak pedig talán ez egy örömünnep is, hisz most egy nyugodtabb periódus következik életükben, amikor már többet vidámkodhatnak, többet nevetgélhetnek, örülhetnek. Mi a népes küldöttségünkkel ma azért jöttünk ide, hogy sült libát tegyünk. Ugyanis aki ma nem eszik, az egész évben majd éhezik. Sáros Orosziban a hagyományokhoz híven több csoportban is foglalkoznak a fiatalok kulturális nevelésével, így a program során fellépett a Mihókerika által szervezett Kökörcsin színjátszó csoport, a helyi Százszor Szépasszonykör, valamint a Gáti Georgina által vezetett tehetséggondozó műhely növendékei is. Mártonnapi rendezvény már 8. alkalommal kerül megrendezésre községünkben. De nagyon fontos, hogy összejöjjünk, és nagyon fontos, hogy együtt legyünk a gyerekekkel, hogy megmutassuk azt, hogy mennyi tehetség van nálunk. Nagyon fontos az, hogy közösségben legyünk egymással. Ez a lényeg az egésznek, ugyanis minél tovább, ugyannál kevesebben vagyunk, és ezt a kevés embert is össze kell, hogy fogjuk, és össze kell, hogy tartsuk, és ennek egy nagyon jó példája az, hogy itt lehetünk, és együtt lehetünk. Természetesen, ha a nagyobb lakoma el is maradt, de senki nem mehetett haza úgy, hogy ne kóstolja meg a libasültet, hiszen akárcsak a tánc és a mese, úgy ez is része a népszokásoknak.